A magyarok többsége szerint szükség van az Oroszországgal való gazdasági együttműködésre, ez derül ki egy friss felmérésből, ahogy egész Európában, így itthon is. Ez az egyik legfontosabb kérdés a háború kirobbanása óta. A baloldali pártok leállítanák a paksi bővítést, sőt olyan is elhangzott, hogy a földgáz sem kellene megvenni az oroszoktól. A kormánypártok szerint megdöbbentő, hogy miket beszél a baloldal. Nem kell aggódni attól, hogy megfagyunk. A megfagyással viccelődött Márki-Zay Péter energiapolitikai felelőse hétfőn Hajdúszoboszlón. Holoda Attila arról próbálta meggyőzni az embereket, hogy nem is a baloldal, hanem az oroszok tervezik a gázcsapok elzárását. De szerinte azzal Oroszország rosszabbul járna. Van még annyi készlet, beleértve a stratégiai földgáztárolót, hogyha véletlenül elzárnák az oroszok, még akkor is elég lenne legalább 35-40 napra. Aztán meglátjuk, hogy ők bírják a 35-40 napig pénz nélkül. El kell tekerni, el kell zárni. A Gyurcsány listán szereplő Kocsis Czake Olivio egy hete az ATV műsorában azt mondta, el kell zárni az Oroszországból érkező gázt. A baloldali politikus úgy véli, ezzel lehetne bevételektől megfosztani Oroszországot. Ha ez az kell, hogy szankciók alá sújtsák az energiahordozókat is, amit Oroszország kivett, akkor ezt a lépést is meg kell lépni. A baloldal a paksi bővítést is leállítaná, mert szerintük az is a kormány orosz barátságát bizonyítja. A magyarok többsége, 71%-a nem ért egyet Márki-Zay Péter állításával, és úgy gondolja, hogy a gazdasági kapcsolatokat illetően együttműködésre van szükség az oroszokkal, derül ki az Alapjogokért Központ friss közvéleménykutatásából. A megkérdezettek közül 10-ből 7-en más véleményen vannak, mint a baloldal miniszterelnök jelöltje. Még beszédesebb, hogy a magukat ellenzéki szimpatizánsnak vallók relatív többsége, 46%-a szerint is fontosak az orosz gazdasági kapcsolatok. A baloldali politikusok a magyar embereknek az energiabiztonságát, Magyarország energiabiztonságát veszélyeztetik az ilyen kijelentésekkel. Hogyha megnézzük, akkor 2021 elejétől olyan 2,5-szeresére emelkedett a gáz ára például. És most, hogy kirobbant a háború, azóta még egy 30-40%-os emelkedést láthatunk. Mindebből a magyar emberek azért nem éreznek semmit, mert hogy itt a rezsicsökkentés az biztosítja, hogy ne emelkedjenek a lakossági rezsijára. Az elemző hozzátette, Magyarországon kívül más uniós tagállamok, például Németország és Hollandia is azon a véleményen van, hogy az energiaellátás területét nem lehet korlátozni.